Kovász elnevezéssel pár éve egyházmegyei családi fesztivált rendez az egyházmegye. Augusztus 19-ére várják a híveket. Milyen programmal, milyen közösségi léttel? Hát nagyon nagy örömmel élem meg ezt a napot, és hirdetem meg, és várom a családokat, időseket, gyerekeket, egyházközségeket. Az előző év tapasztalatai alapján ez egy nagyon színes, nagyon gazdag, igazán találkozós nap. Kinyitjuk az ajtóinkat, a püspöki udvar, a kincstár, múzeum, könyvtár, minden ajtónk nyitva lesz, és mindenütt lehet találkozni, jelen lenni, bekapcsolódni. A legkicsinyebbektől az idősekig nagyon komoly programok, nagyon színes programok várnak mindenkit. Akár az ugrálóvár, kézműves foglalkozás, íjászat, élménylovaglás, és még sorolhatnám, a honlapon minden olvasható. Ingyenes a részvétel. Várjuk szeretettel mindazokat, akik ebbe szeretnének bekapcsolódni. Egy gyönyörű napot a püspökségen eltölteni, a rózsakerttől a püspöki palotáig tulajdonképpen. Segítők lesznek, akik mozgatják, irányítják a programokat, erősítik a jelenlétet. A legfontosabb része, hogy akár valaki csak az udvaron vagy kisgyereken, természetes, könnyebb egy-egy ilyen gyerekes programon részt venni, de lesznek komoly koncertek, akik abba beülnek, beszélgetések. Tehát én azt látom ebben, hogy ez egy óriási nagy terített asztal, és mindenki vegye el azt, amelyiket akarja, és mindenki mehet még tovább, tehát nem azt jelenti, hogy csak egyszer lehet egy programon részt venni, hanem folyamatosan, vezetéssel mindenütt ott tudunk lenni. És így igazából egymást is, az egyházmegye központját is jobban megismerjük, de a legfontosabb része ez a találkozás, a jelenlét, a nyárnak egy utolsó nagy szabadsága, lelki, fizikai, emberi szabadsága lesz. Ez mindenki előtt, az egész egyházmegye előtt nyitott, de láttam előző évben is olyanokat, akik nem is tartoznak valójában az egyház községekhez, de erre eljöttek. Tehát ide hívhatunk olyanokat, akik csak úgy barátkoznak velünk, ismerkednek velünk, hiszen ennek a legfontosabb része az emberi találkozás, az emberi jelenlét, a megszentelt, az Istentől megáldott falak és épületek. Ben és között. Még egyszer szeretettel hívok és várok mindenkit.